A Partizán úti óvoda nevelési programjában foglaltatik a társintézményekkel való kapcsolattartás. Ezen társintézmények közé tartozik a Lavotta Művészeti Iskola, mely hagyományosan több évre visszatekintve közreműködik az óvoda karácsonyi ünnepségén. Ez a mai nap, én azt hiszem, nagyon arra való volt, hogy az ünnepi előkészületekben ezeket a csodálatos dalokat meghalljuk a zeneiskolásoktól, így a kapcsolat is erősödik, a tanárnéniket is megismerik, ők pedig megismerik a gyerekeket, ismerkednek az óvodával és az óvónénikkel. Azonban az ünnepséget hosszas készülődés előzte meg az intézményben. A gyerekek minden nap újfajta tevékenységet végeztek, mely kapcsolódik a karácsonyi ünnepkörhöz. Így minden csoport megsütötte a karácsonyi mézest, mely a karácsonyfára került. Készülnek az adventi karácsonyi vására, ami szintén ma lesz, és minden csoport fenyőágakból, koszorúkból asztaldíszeket készítenek, és szintén a nagy fenyőfára, ami ma már látható is volt, a kellékeket is a gyerekekkel együtt készít. Az óvoda ünnepségének fényét emelte a tehetségműhely megnyitása. A tehetségműhely kialakítását az a sikeres pályázat tette lehetővé, melyet az Oktatásért Közalapítványhoz nyújtott be az intézmény Pici Ujjak Varázsa címmel. Ezt a tehetségműhelyt itt, ezen a folyosón sikerült berendeznünk, és most a megnyitókor beszeretnénk mutatni a városnak, a többi óvodának az alkotásokat, amelyeket itt készítettek már szeptembertől a gyerekek. A gyerekek hetente egy alkalommal egy órát töltenek el a tehetségműhelyben. Ebbe az egy órába beletartozik egy kis motiváció és a kézműves tevékenységek. Főként a népi kismesterségekkel ismertetem meg a gyermekeket. Ilyen a nemezelés, az agyagozás, gyöngyfűzési technikák, szövéstechnikák, de megismerkedünk modern díszítési elemekkel is, mint például az üvegfestés, dekupázs, másfajta kerámia tevékenységek, mint az agyag. Természetesen a hagyományos óvodai ábrázoló tevékenységek a rajzolás, festés, képalakítás. A tehetségműhely működésének a célja, hogy a gyerekek tehetségjegyeit feltárják, erősítsék, valamint az esetlegesen lemaradást mutató képességeiket fejleszteni tudják.